A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra közéleti magazin műsorunkban pedig folytatódik az a sorozat, amit most már több mint két hónapja indítottunk dr. Várhelyi Tamás ügyvéd segítségével, a középpontban pedig a deviza hitelesek ügye áll. Sok szeretettel köszöntöm szakértő vendégünket a stúdióban. Jó estét kívánok! Az egyik ilyen fontos aktualitás, ami 2024. július 17-én jelent meg a Kúria oldalán, ez pedig a legújabb jogegységi határozat. Én most mondhatom itt a számát, hogy 10/2024-je, de igen, szerintem ez senkinek semmit nem jelent, úgyhogy egy kicsit fejtsük meg, hogy ez mit is tartalmaz, ügyvéd úr. Itt ebben a kérdésben, abban a kérdésben hozott a Kúria egyébként az alsófokú bíróságokra kötelező állásfoglalás jogegységi határozatot, hogy az engedményezéssel, kezdjük az elejéről. Ugye ezeknél a deviza hiteleknél egyre kevesebb követelés, egyre kevesebb szerződés van az eredeti szerződést kötő félnél, banknál, pénzügyi vállalkozásnál, és hanem ezeket különböző követeléskezelő cégek, faktorcégekre engedményezik. Az engedményezés az egy szerződés, ahol az engedményező, az eredeti szerződő fél, és az engedményes, az új partner köt egymással egy szerződést, hogy ezt a követelést, nekem van egy szerződésem, ebből a szerződésből eredő követelést én rád engedményezem, innentől kezdve te leszel jogosult ezt a követelést behajtani, az adós nem nekem fog tartozni, hanem neked fog tartozni. Tehát ez egy nagyon régi jogintézmény. A problémát az okozza, eddig tiszta. Van egy követelés, átadtam, eladtam a követelést gyakorlatilag. Az eladtam azért itt kulcs szó. Igen, természetesen, tehát ez így pénzügyi manőver. A problémát az okozza, hogy ugye ezeknél a deviza hiteleknél a szerződések egy jelentős része, vagy a szerződések egy része ilyen-olyan, amolyan okból, most az érvénytelenség oka az ebből a szempontból lényegtelen, érvénytelen. Ugye az érvénytelenség általános következménye az az, hogy az érvénytelenség, az érvénytelen szerződés joghatás kiváltására alkalmatlan, a felek által célzott joghatás nem érhető el. Erre a régi PTK is, tehát az 1959. évi 4-es törvény és az új PTK is egy teljesen komplex szabályrendszert állít fel, hogy az érvénytelen szerződés esetén mi a teendő, mit kell azzal csinálni. Az érvénytelenségnek vannak jogkövetkezményei, ezeket az érvénytelenségnek a jogkövetkezményeit lehet, illetve le kell vonni. Az egy másik kérdés, hogy ki jogosult, pontosabban ennek a jogegységi határozattal kapcsolatban az az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki jogosult az érvénytelenség jogkövetkezményeinek a levonására, ha és amennyiben az engedményező egy később érvénytelennek bizonyult szerződésből eredő követelést engedményez az engedményesre. És ki jogosult, mert gondolom ez itt a fontos, lényeges momentum. Itt válik ketté a történet, hogy vannak a követeléshez tapadó jogok, és vannak a szerződés egészéhez tapadó jogok, és az alakító jogok, tehát az elállás, a felmondás, a szerződés módosítása, egyebek, és itt ebbe a körbe tartozik, tehát a szerződés egészéhez tartozik az érvénytelenség, a szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményeinek levonásához fűződő jog. És ebben nem volt egységes a magyar bírói gyakorlat, magyar ítélkezési gyakorlat, hogy az engedményes, a jellemzően faktorcég, követeléskezelő cég jogosult levonni az érvénytelenség jogkövetkezményeit, egy olyan szerződés érvénytelenségének a jogkövetkezményeit, amiben ő egyébként szerződőfélként nem szerepel, vagy nem jogosult, mert ez a jog, ez az alakító jog, ez nem szállt át az engedményezéssel. És ezt a
kérdés zárta le most a kúria ebből a jogegységi határozattal kötelező jelleggel, ahol kimondta azt, hogy az engedményezéssel nem száll át az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonásához fűződő jog az engedményesre. Tehát ő nem jogosult ilyen irányú pert indítani, ilyen keresetet előterjeszteni. Miért fontos ez a devizahitelesek szempontjából? Mert ugye most itt tudjuk a folyamatot, hogy akkor milyen határozatot hozott a kúria, de hogyan érinti ez az átlagembert? A devizahitelek szempontjából ez azért kiemelkedő jelentőségű, mert ugye amikor a devizahitellel kapcsolatban valamilyen követelést érvényesítenek az adóson, akkor az adósok jellemzően más egyebek mellett, tehát a legjellemzőbb védekezés az, hogy kérem szépen ez a szerződés az érvénytelen. Ezért, azért, amazért most az érvénytelenségi okokat ebből a szempontból nem kell felsorolni, de a legáltalánosabb, vagy a leggyakoribb az árfolyam kockázatról nem kapott tájékoztatást. Ez ugye, azt megbeszéltük, hogy ez a szerződés teljes érvénytelenségét okozza, ha és amennyiben azt a bíróság megállapítja, és az adós az érvénytelenséggel védekezhet, tehát mondhatja azt, hogy kérem szépen érvénytelen a szerződés, tehát neki nem kell megjelölnie, hogy milyen jogkövetkezmény alkalmazását kéri, nem kéri semmilyen jogkövetkezmény alkalmazását, egyszerűen egy érvénytelenségi kifogást terjeszt elő, ami azt mondja, hogy kérem érvénytelen a szerződés, pont. És akkor ugye a szerződésre alapított kereseti kérelem, ami nyilván jogcímhez kötött, tehát szerződéses jogcím alapján ő már nem tartozik. Az egy másik kérdés, hogy az érvénytelenség jogkövetkezményeként tartozik, vagy nem tartozik, de ez egy másik kérdés. Aztán nézői kérdés is érkezett, mégpedig az, hogy mit tehetnek azok, akik ellen marasztalási pert indított a követeléskezelő ennek az új jogegységi határozatnak a hiányában. Mi a teendő ebben az esetben az új jogegységi határozatot követően? Gyakorlatilag ugyanaz, mint eddig, hogy érvénytelenségi kifogást kell előterjeszteni, tehát hogyha ő azt mondja, hogy az eredeti szerződő féle, tehát a bankkal kötött szerződése érvénytelen, akkor ő nyilván a követeléskezelővel szemben is fölhozhatja ezeket az érvénytelenségi kifogásokat, és ebben az esetben a követeléskezelő nem jogosult arra, hogy egy másodlagos kereseti kérelemként, vagy egy új per keretein belül az érvénytelenség jogkövetkezményének a levonását kérje. Aztán folytatom tovább is egy nézői kérdéssel. Milyen rendkívüli perorvoslati lehetőség áll nyitva azok számára, akit beperelt a követeléskezelő, és mondjuk jogerős ítélet is született már? Mit tud tenni? Vagy már nem nagyon tud semmit tenni? Igen. Tehát a probléma az, hogyha ő a rendes, illetve rendkívüli perorvoslatokat, fellebbezést, felülvizsgálati kérelmet kimerítette, akkor ez ítélt dolog, amit igazságként kell elfogadni. És ezt egyébként szó szerint rögzíti a polgári eljárásjogi kódex, hogy a később meghozott jogegységi határozat az például nem perújítási jog. Tehát én nem hivatkozhatok arra, és nem terjeszthetek elő perújítást azért, mert született egy jogegységi határozat. Tehát akkor ez visszamenőleg gyakorlatilag már nem segít? Nem. Hogyha érvénytelen a szerződés, nem tehetnek nyilatkozatot a követeléskezelők a vételi eladási árfolyam alkalmazása miatt, minden devizahitel szerződés semmis vagy érvénytelen, ez szintén egy nézői kérdés volt. Az, hogy az eltérő vételi és eladási árfolyamok alkalmazása tisztességtelen, és ez a szerződés érvénytelenséget okozza, ez 11 éve tudott dolog. Ebbe a körbe keletkezett ugye a devizahiteles törvény, DH-törvény, DHL számolás, egyebek, tehát ebbe a körbe a követeléskezelőnek jelen pillanatban nem kell semmilyen jognyilatkozatot tennie, hiszen ezt elvileg ezt a kérdést jelenlegi tudásunk szerint a jogalkotó rendezte. Az egy másik történet, hogyha egyébként
valaha egyszer az életben megállapítják azt, hogy a DH törvények nem alkalmazhatók azért, mert például a 93/13-as EGK irányelvbe, ugye a fogyasztóvédelmi irányelvbe ütközik, az egy másik nagyon érdekes jogi szituáció lesz, hogy akkor hogyan lehet ezt a kérdést rendezni, de hát ez még nagyon a jövő zenéje. Mi az, amit most várunk devizahitelesek ügyében kapcsolatban az Európai Bíróságnak az iránymutatása kapcsán? Egy kicsit ezt is részletezzük, mert ezzel kapcsolatban is érkezett kérdés, és hát akkor hozzuk képbe egy kicsit a nézőinket. Ehhez a jogegységi határozathoz még egy fontos adalék, hogy azért hagyott ismét a kúria egy menekülő útvonalat a követeléskezelőknek. Ez mindig megfigyelhető. Igen. Itt is ez történt, hogy azért megállapították, hogy az engedményes nem jogosult, az érvénytelenség jog következményeinek levonását kérni, de egyébként nincs akadálya annak, hogy az engedményezési szerződésüket egy ilyen jogátruházási megállapodással kiegészítsék, mondta ezt a kúria. Tehát, hogyha ők egy ilyen kiegészítő megállapodást kötnek, akkor elvileg perbeli legitimációt, tehát perindítási jogosultságot szerezhet a követeléskezelő, hogy akkor ő már saját jogon tudja ezt az érvénytelenség jogkövetkezményét levonni. Ez csak bennem 86 további kérdést vetett föl azonnal, mert... Igen, azért ez egy érdekes kérdés, hogy akkor megint tovább húzódhat-e az idő, újabb eljárások születnek, egyáltalán mennyiben fognak élni ezzel a követeléskezelők, de nyilván érdekük, hogy éljenek vele, és... Szakmányba gyártják egyébként ezeket a jogátruházási megállapodásokat. Van olyan követeléskezelő, aki nem, aki elengedi ezt a kérdést, de van olyan követeléskezelő, aki rendszeresen és minden egyes perben, amikor kijött a kúriának még nem is a jogegységi határozata, hanem az egyedi döntés, az egyedi ügyben született ítélete, már akkor elkezdték gyártani ezeket a jogátruházási szerződéseket, ami ez az én teljesen egyéni véleményem, hogy ők gyakorlatilag feltalálták a perbizományt, amit egyébként a magyar polgári anyagi jog, illetve eljárási jog nem ismer és nem enged. Tehát, hogy én a perindítási jogosultságomat adjam el valakinek. Mert itt erről szól a történet, hogy nem egy követelést adunk el, nem egy meghatározott összeget adunk el, hogy van egy érvénytelen szerződésből nekem ennyi követelésem van, és akkor azt a követelést engedményezem, hanem azt mondják, és elvileg azt engedi a kúria, hogy igen, a olyan megállapodást köthet a követeléskezelő és az eredeti szerződő fél, hogy az eredeti szerződő fél a követeléskezelőre ruházza át azt a jogot, hogy ő pert indíthat és kérheti az érvénytelenség jogkövetkezményeinek a levonását. Ez szerintem perbizomány, ami nem megengedett. És hát ilyen érdekes kérdéseket vet föl ez a dolog, hogyha ő jogosult egyébként az érvénytelenség jogkövetkezményeinek a levonására, akkor vele szemben a fogyasztó, ha neki van követelése mondjuk a bankkal szembe, ugyanúgy, mert azt mondja, hogy igen, érvénytelen a szerződés, akkor viszont én túlfizetésben vagyok, és azt a túlfizetést kérem vissza. Akkor én a követeléskezelőtől, aki velem szemben jogosult pert indítani, akkor én a követeléskezelővel szemben a követeléskezelőtől kérhetem vissza azt a túlfizetést, amit egyébként nem neki fizettem, hanem a banknak. Igen, ezek ilyen érdekes kereszt és kusza történetek. Igen, ez tehát itt is számtalan új kérdés nyílik meg, és ágazik szét ez az egész folyamat.
Kicsit ez olyan, mint a Pandora szelencéje, hogy kinyitottuk, és akkor most igen. újabb dolgok jönnek. Igen. Meg hát laikusként egy kicsit a kuriának ezek a döntései számomra úgy tűnnek, mint a Mátyás királyhoz kötődő ismert kis mese, hogy hoztam is, meg nem is, adtam is, meg nem is. Igen. Szóval tehát azt nem kell gondolni, hogy ők nem értenek hozzá. Borzasztóan okosak és borzasztóan felkészült bírók vannak a kurián, ez kétségtelen tény. Nem véletlenül vannak ott, ahol vannak. De nekik azért sajnos, vagy nem sajnos, hát ez törvényszerűség, azért más szempontokat is figyelembe kell venniük. Tehát, hogyha, és én láttam már felülvizsgálati kérelemben szó szerint leírva azt, hogy egyébként, ha és amennyiben a kúria így dönt, akkor a teljes magyar követeléskezelői piacot bedönti. Tehát az sem biztos, hogy én előremutató. Persze, hát én mondjuk a saját praxisomból tudom, hogy az adósok milyen helyzetben vannak. Borzasztóan sajnálom én is az adósokat, tehát ez valamilyen szinten közismert, hogy ahol tudok, én ebben megpróbálok segíteni. De hát azért itt az is benne van a pakliba, hogy ha túltoljuk, akkor abból meg még nagyobb probléma lesz. És akkor azok is esetleg nehéz helyzetbe kerülnek, akiknek egyébként semmi köze hozzá. Tehát itt ezt a nagyon-nagyon-nagyon szűksávot kell megtalálni. Igen, tehát ezt a nagyon-nagyon kényes egyensúlyt kell megtalálni, hogy segítsünk az adósokon, jól segítsünk az adósokon, de ne hozzunk olyan döntéseket, amiknek egyébként beláthatatlan következményei lehetnek. És akkor visszakanyarodnék ahhoz, hogy most akkor tulajdonképpen az EU bíróságától mit várunk? Az EU bíróságától most azt várjuk, ez a most két viszonylag... Két dolgot is várunk? Igen, sok dolgot várunk tőlük. Egyébként már ők is érzik, hogy itt egyértelműen kell fogalmazni, tehát a legutóbbi ilyen EU előzetes döntéshozatal iránti ügyekben már nagyon markánsan fogalmaztak, és már nem az ilyen nagyon árnyaltan és burkoltan, hanem teljesen egyértelműen megmondták, hogy mit lehet és mit nem lehet. Most két ügy van folyamatban, az egyik a másikra épül, mert az egyiket, ez a C565/23, azt felfüggesztették a másiknak, ennek a C630/23-nak a befejezéséig. Ez pont az érvénytelenség jog következményeiről szól. Nem azt nézi, hogy ki jogosult ezt az igényt érvényesíteni, hanem arról szól a történet, hogy ha is amennyiben a szerződés érvénytelen, akkor az érvénytelenség jog következményeit miként és hogyan kell levonni, hogyan lehet, milyen elszámolási módot kell ebbe a körbe alkalmazni. Azt az Európai Bíróság egy korábbi döntésében már kimondta többször egyébként, nagyon sokszor, hogy a fogyasztói szerződéseknél, ha egy tisztességtelen szerződési feltétel kiesik, ugye az Európai Bíróság töretlen gyakorlata az, hogy a tisztességtelen szerződési feltételt azt úgy kell tekinteni, mintha nem létezne. Tehát, hogy az nincs, az nem írott, az nem jelenthet kötelezettséget a fogyasztóra nézve. És ha és amennyibe a kieső szerződési feltétel nélkül a szerződés teljesíthető, akkor az eredeti feltételek szerint, a tisztességtelen feltétel nélkül, de az eredeti feltételek szerint kell teljesíteni a szerződést. Ha a szerződés nem teljesíthető a tisztességtelen feltétel nélkül, akkor teljes szerződés megdől, és akkor... És akkor érvénytelen gyakorlatilag? Ugye a részleges érvénytelenség és a teljes érvénytelenség. Ugye? És azt is kimondta az Európai Bíróság, és ez a legfontosabb, hogyha az fogyasztói szerződésből egy szerződési feltétel kiesik, mert tisztességtelen, akkor a Nemzeti Bíróság nem jogosult arra, hogy ezt a
szerződést, a felek közötti szerződést módosítsa, kiegészítse, a tisztességtelen szerződési feltételt mással helyettesítse, pótolja egyebek. És ez az érvényesség nyilvánítás, tehát azt most megmondta az Európai Bíróság, hogy érvényesség nyilvánításnak nincs helye. Tehát nem lehet belenyúlni a szerződésbe, mert ez a fogyasztóvédelmi irányelvnek a szankciós jellegét rontaná, tehát gyakorlatilag bátorítaná a szolgáltatókat arra, hogy tessék nyugodtan tisztességtelen szerződési feltételeket csempészni a szerződésbe, ha a bíróság azt kiveszi, akkor majd behelyettesítjük mással, és akkor majd úgy jó lesz. Tehát ezt abszolút kizárja, és most ez a C630/23-as előzetes döntéshozatal jelenti eljárás, ez pont erről szól, hogy milyen jogkövetkezményt lehet alkalmazni a szerződés teljes érvénytelensége esetén. Beszéltünk most már többet ugye az érvénytelenségről, de hogy mondjuk egy devizahitel szerződés esetén mi lehet az érvénytelenség oka, milyen típusai vannak ennek? Hát az érvénytelenség oka, ez lehet alaki hiba. Alaki hiba lehet az, hogy nincs írásba foglalva a szerződés. Például ugye a polgári törvénykönyv ugye és a hitelintézeti törvény, ilyen pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés kötelező írásbeliséghez kötött. Ha nem nincs írásba foglalva, akkor semmi is kész. Akkor nincs. Például ez egy érvénytelenségi ok lehet, hogy nincs írásba foglalva. Az, hogy mikor minősül írásba foglaltnak egy szerződés, ezt a jogszabályok, illetve a bírói gyakorlat elég részletesen rendezi. Lehetnek tisztességtelen szerződési feltételek, ami mondjuk a árfolyam kockázat, azt gondolom, hogy igen, árfolyam kockázatról szóló feltétel tisztességtelenség. Ugye tisztességtelen szerződési feltétel felek közötti egyensúly felborul szolgáltatás ellen szolgáltatás aránya, felek jogai sérülnek, tehát hogyha felek közötti egyensúly felborul, az tisztességtelen szerződési feltétel. Tisztességtelen szerződési feltételeket részletezi van rá európai jogszabály, ugye ez a 93/13-as EGK irányelv a tisztességtelen szerződési feltételekről. Korábban volt egy magyar kormányrendelet, ez a 18/1999-es, amit utána egyébként szó szerint átemeltek az új polgári törvénykönyvbe. Ami, ott van egy ilyen fekete lista, meg egy szürke lista. A fekete lista, ami mérlegelés nélkül tisztességtelen, van egy szürke lista, ami mérlegeléssel, de alapvetően tisztességtelennek minősülő feltételek. Akkor, és ugye, ahogy mondtam az előbb, a tisztességtelen szerződési feltétel az kiesik a szerződésből, olyan, mintha nem is létezne, ha anélkül teljesíthető, akkor részleges érvénytelenség, ha az egész szerződés megdől, akkor teljes érvénytelenségről beszélhetünk. Jogszabályba ütközhet a szerződés. Ugye devizahiteleknél például ugye a jogszabály előírta, hogy mik azok a kötelező tartalmi elemek, amiket az egyes szerződéseknek tartalmaznia kell. Például a legáltalánosabb a ügyleti kamat éves százalékos mértékét tartalmaznia kell a szerződésnek, pont. Tudunk nem egy olyan jellemzően autós devizahitel szerződéseket, ahol ezt nem tartották annyira lényegesnek, és nincs benne a kamat éves százalékos mértékben kifejezve semmi is. Akkor, és vannak még ilyen szerződési feltételek, amiknek a hiánya a szerződés érvénytelenségét okozza, tehát ezek azok a fő jellemzők, vagy ezek azok a fő szempontok, ami alapján érvénytelen lehet egy szerződés. Műsorunk végén még engedje meg, hogy egy nézői kérdést tegyek föl még így zárásként, mégpedig az volt a kérdés, hogy született a döntés januárban az Alkotmánybíróság elé vitt elévülési ügyben, és van-e még rá esély, hogy ez a 9/2023 hatályon kívül lesz helyezve?
Hát a kérdés első felére válaszolva még nem született döntés. Még... Tudunk valamit mondani, hogy egyébként, vagy ez a jóslás kategóriája, hogy mikor a várható döntés? Körülbelül a jóslás kategóriája. Mert nincs felesgömbünk, tehát erre nem tudunk válaszolni akkor. Így van, így van, így van. Fogalmam sincs, de abban biztos vagyok, mert nem, tehát nem tudom megmondani. Mikor tűzi napirendre az Alkotmánybíróság? Napirendre tűzi-e egyáltalán? Ha napirendre tűzi, akkor milyen döntés fog benne születni? Ezt nem tudjuk megmondani előre. Passz. Nem tudom. Kérdés második fel. Ami? Ami pedig az volt, hogy van-e még rá esély, hogy a 9/2023 hatályon kívül lesz helyezve? Hát ez is szintén a jóslás kategória. Tehát erre sem. Hát akkor... ugye nyilván az Alkotmánybíróság, az alkotmányjogi panasz erre irányult, hogy ez alaptörvénybe ütközik ez a jogegységi határozat, úgyhogy akkor ezt semmisítse meg az Alkotmánybíróság. Nem tudjuk. És akkor ez ugyanaz a kategória, mint a kérdés első fele. Igen, igen. Tehát ők fognak majd egyszer dönteni, hogy mikor döntenek, mit döntenek, nem tudjuk. Várjuk. Várjuk, és addig keressük az újabb réseket a pajzson, mert hát... Hát nyilván ezekkel is lehet foglalkozni, meg mindig új és új muníciót ad az ügyvédeknek is, meg nyilván ez a Visa hiteles sorstársaiknak is. Igen, és hát ugye, ahogy ez a legutóbbi engedményezésről szóló jogegységi határozat megválaszolt egy kérdést, amivel feltett 30 újabb kérdést. Tehát folytatás még bőven várható. Igen. Én köszönöm szépen, hogy ma is itt volt velünk. Két hét múlva várjuk továbbra is majd a nézőket, és hát természetesen várjuk a nézői kérdéseket is. Az info@fmc.hu e-mail címen, vagy a latrany.viktoria@fmc.hu e-mail címen. Köszönöm, hogy velünk tartottak, két hét múlva jelentkezünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon szívesen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.